Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a háttér, amelynek mai vendége Janicsak Dávid polgármester. Témánk pedig a különleges jogrend, a helyi járványügyi szabályok, a város költségvetése, polgármesteri együttműködés, fejlesztések. Tartsanak velünk! A háttér vendége tehát Janicsak Dávid, Ózdváros polgármestere. Köszöntöm, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket is. Néhány hete rendkívüli jogrend van érvényben, ami természetesen városunkra is vonatkozik. Mit jelent ez pontosan? Az önkormányzat részéről számunkra azt jelenti, hogy ismét minden felelősség a polgármesterre hárult, hiszen nem lehet képviselőtestületi ülést összehívni, hanem minden döntést egy személyben nekem kell meghoznom. Az élet ugye nem állhat meg, úgyhogy az előterjesztéseket azokat folyamatosan készítjük, és folyamatosan van döntéshozás is minden héten, majd pedig minden hónapban, ahogy ezt tavasszal is tettük, egyszerre közzé is tesszük nyilvánosan a honlapon, valamint a képviselők számára is mindegyiket elküldjük. Én azt gondolom, hogy egetrengető jelentős döntések nem születnek a napokban, viszont születnek fontos döntések, amik a mindennapokat befolyásolják a városban, és ezekre mindig jól fel kell készülni, ezeket mindig jól körbe kell járni, meg kell vizsgálni a hatásait ezeknek a döntéseknek, és úgy kell meghozni, hogy az várhatóan majd a többségnek az elégedettségére tegyen szert. Ugye sok dolog központilag van szabályozva, de most van egy olyan dolog is, amit a polgármesterek dönthettek el, itt a maszk használatra gondolok. Így van, megint meglepő volt egyébként, mint tavasszal is, amikor a polgármestereknek adtak bizonyos dolgokban döntési lehetőséget. Azért volt meglepő, mert mi polgármesterek vagyunk azok, akik nem rendelkezünk hivatalos információval a járvány terjedéséről. Ugyebár mindig mondja a lakosság, hogy de Barcikán közzé teszik, meg itt is, meg ott is. Igen, vannak olyan helyek, ahol sikerült beindítani egy olyan rendszert, hogy a házi orvosok jelzik folyamatosan a polgármesternek azt, hogy mennyi megbetegedés van, hanyan vannak karanténban, hanyan gyógyultak meg. Nálunk Ózdon ezt nem sikerült, én írásban kértem a házi orvosokat, ám nem kaptunk vissza annyi adatot, és főként nem folyamatosan, amiből hiteles információkat tudnánk adni az orvosoknak, elnézést a lakosoknak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy információ hiányában ilyen döntéseket a polgármesterekre ruházni nem egy megalapozott és nem egy megfontolt döntés. És még egy probléma van szerintem ezzel kapcsolatban, hogy ugye településenként az országban ugye 3500 település van nagyságrendileg, más és más döntéseket hoztak a polgármesterek. Tehát, hogyha valaki most Ózdról el akar menni Szegedre, akkor neki először meg kell nézni, hogy Szegeden milyen helyi döntés van a maszk használattal kapcsolatban. Addig nem száll le a buszról, vagy addig nem száll ki az autóból, amíg ezekkel tisztában nincs. Én azt gondolom, hogy sokkal jobb lett volna egy egységes országos szabályozás. Minden esetre én Ózdon úgy döntöttem, hogy azért a friss levegőhöz mindenkinek joga van. Nyilván vigyázzunk egymásra, tehát azokon a helyeken, ahol csoportosulások előfordulhatnak, azokon kötelezővé tettem a maszk használatot. Mindenhol máshol ajánlott egyébként, tehát bárki, aki úgy érzi, hogy nagyobb védettséget tudhat magáénak, hogyha a maszkot hordja, akkor természetesen legyen rajta és védekezzen. Én majdnem mindenhol felveszem például, és biztatok erre mindenkit is. De nyilván, hogyha egy olyan útszakaszon sétálunk, vagy a parkban, ahol 50-100 méteres körzetben egy lélek sincs körülöttünk, akkor ne kelljen már kötelezően maszkba járnunk, és attól félni, hogyha nincs rajtunk, akkor esetleg megbüntet valaki. Igenis, Ózdon nagyon sokan élnek panellakásokban, akik nem tehetik meg azt, hogy kimennek a kertbe, és levegőznek egy kicsit. Hát ne csak az ablakon keresztül tudjanak már friss levegőt szívni, hanem igenis, hogyha olyan helyen van, ahol nincsenek körülötte sokan, akkor azért a friss levegő jót tesz az embernek jobbat, mint amit a maszkon keresztül beszív. Hát azért voltak olyanok a közösségi oldalon, akik azt mondták, hogy ez rossz döntés volt, hogy így hozta meg. Hát ha majd ők kerülnek döntési helyzetbe, akkor hozhatnak jobb döntést. Én úgy gondolom, hogy egy kellően megalapozott döntés, ami figyelembe veszi a vírus jelentette veszélyt, ami valós, és itt van közöttünk, és most már szerintem mindenkinek van olyan ismerőse, aki vagy beteg, vagy átesett a betegségen, ne adj Isten, akár el is veszített valakit, hiszen a halálozási számok is megemelkedtek. És amit még el tudok mondani egyébként a mi rendszerünkben a járvány terjedéséről, az nagyon szomorú az idős otthonokat érintően. Van, ahol
ahol úgymond szerencsénk van, tehát a Szent István úton található kézenfogva idősek otthonába hál' Istennek nem ment be a vírus. A Szabolcs közben most már 2 hete nincsen új fertőzött, viszont a Bulcsú úti idősek otthonába elég szomorú a helyzet. A 34 férőhelyes idős otthonban jelenleg 17-en tartózkodnak bent, 6-an vannak kórházban, és már 6-an sajnos elhaláloztak. Közülük 4-en igazolt COVID-fertőzöttek, tehát nem tudjuk, hogy a másik 2 elhalálozott személy is COVID-ban halt-e meg, ám a gyanú felmerül nyilván ebben a helyzetben, és a bent tartózkodó 17 főből 8-an el vannak különítve COVID-os tünetekkel, a 9-en pedig tünetmentesek, de úgy néz ki, hogy ezt az idős otthont nagyon komolyan sújtja a betegség. Ami nagy szívfájdalom, és arra kérek mindenkit, hogy gondoljon bele ő maga is, hogy amikor halljuk a halálozási adatokat és számokat hallunk, azok mögött, a számok mögött emberek vannak. Én sokat jártam az idős otthonokba, és én arcról ismerem azokat az embereket, akik a Bulcsú úti idősek otthonában bent éltek. Különböző rendezvényeken játszottunk is, együtt beszélgettünk, és szörnyű belegondolni, hogy a vírus miatt többen közülük már nincsenek velünk, és még akár élhettek volna hosszú éveket. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy nagyon komolyan vigyázzon magára, és ezzel együtt másokra is, hiszen most nem csak azért kell magunkra vigyázni, hogy mi jól legyünk, hanem azért, hogy másokat se veszélyeztessünk a fertőzéssel. Komolyan kell ezt venni, bízunk benne, hogy hamarosan most már jön majd valamiféle vakcina, nyilván erről ezerfajta hírt lehet olvasni, de előbb-utóbb csak csendesedni fog ez a járvány, addig viszont bírjuk ki azokat az intézkedéseket, amiket meghoztunk, és vigyázzunk egymásra. Az is nagy probléma már, hogy ugye az egészségügyi dolgozók között is nagyon sok a beteg. Tudjuk azt, hogy sok házi orvos, és pénteken volt nekünk is egy híradóanyagunk, amiben beszámoltunk arról, hogy nagyon sok egészségügyi dolgozó, 13 orvos például a kórházban beteg. Azt tudjuk-e, hogy az önkormányzathoz szorosan tartozó rendszerben a dolgozók közül milyen arányban betegek? 2 házi orvos esett át a betegségen, ők már úgy tudom, hogy jobban vannak, hamarosan talán rendelni is elkezdenek. Hál' Istennek az önkormányzati rendszert súlyosan még nem érinti, de nyilván érezzük mi is akár idős otthonokban a hatását, hogy otthon kell maradni, vigyázni kell, nem mehet be dolgozni, hogyha bármilyen tünet, vagy találkozott olyannal, akinek aztán bármilyen tünete lett. Cégeinknél is meghozták a kellő új intézkedéseket, de hál' Istennek itt a rendszer működése még nincsen veszélyben, de nagyon fontos erről is beszélni, hiszen bele kell gondolnunk abban, hogy egyrészt ugye a veszélyeztetett korosztályra különösen ügyelni kell, de másokra is, hiszen mindenki a városban, aki dolgozik, valamilyen fontos munkakört tölt be, hiszen minden munkakör nagyon fontos, az áruházi eladótól a takarítón keresztül a vezetőkig, és hogyha elkezdenek kiesni ezekből a munkakörökből az emberek, akkor leállhatnak szolgáltatások, amikre nagyon vigyázni kell, hogy ne történjen meg. Itt jegyezném meg egyébként önkormányzati rendszeren kívülről, hogy azért a bolti dolgozók is nagyon komoly veszélynek vannak kitéve. Én nyilván is járok boltokban, mint bárki más, és látom, hogy a pénztárosok mit megküzdenek azzal, hogy próbálják távolságtartásra és helyes maszk használatra bírni a vásárlókat, és ők egész nap el nem tudnak onnan mozdulni, hanem azt a levegőt szívják be a maszkon keresztül, és az emberek meg sok esetben felelőtlenek, tehát én látok sajnos tömött sorokat, nyilván én is felszólítom akkor az embertársaimat, ha ilyet látok, de arra kérnék mindenki mást is, hogy tartsák már be ezeket a szabályokat, és ösztönözzük egymást is arra, hogy betartsuk, mert nem véletlenül lett kitalálva, nem véd meg a betegségtől, de csökkenti a kockázatát annak, hogy megfertőződjön valaki, hogyha a távolságot és a helyes maszk használatot betartja. Van sajnos nagyon sok olyan munkakör, ami ugye home office-ban nem elvégezhető. Hát igen, például a pénztárosoknak, tehát az érdekes lenne, hogyha home office-ból dolgoznának. Nálunk egyébként az önkormányzati rendszerben, amely munkakörben erre lehetőség volt, ott kiadtuk az otthoni munkavégzést, tehát otthonról dolgoznak azok a kollégák, akiknek a munkája ezt megengedi, de a többiek, akiknek nem, nyilván bejárnak és végzik a dolgukat. Már az első hullám idején nagyon kellett figyelnie arra, mint városvezetőnek, hogy a önkormányzat idei költségvetése ne boruljon meg. Ugye különféle intézkedéseket hozott ezzel kapcsolatban, és most azoktól, vagy azoknak a dolgozóknak, például itt gondolok az óvónőkre, a közművelődésben dolgozókra, akiknek kiesett munkaidejük és ezzel együtt munkabérük is, ezt most valamilyen módon kompenzálja.
Hadd legyek őszinte, nagyon elegem van abból, hogy egy ilyen hullámzó helyzetben kell várost vezetni, és nagyon könnyen szabadulnak el az indulatok a Facebookon, és nagyon könnyen kommentelnek arról, hogy innen el lett véve, oda-oda lett rakva, miért lett visszaadva, miért nem lett visszaadva, miért lett elvéve. Kiszámíthatatlan rendszerben élünk. Egy annyira kiszámíthatatlan rendszerben, hogy amilyen költségvetést meghozunk januárban, az már februárban esetleg nem állja meg a helyét, majd ha módosítjuk májusban, az már szeptemberben nem állja meg a helyét, mert egyszerűen a folyamatosan változó jogszabályoknak, állami elvonásoknak, esetleg plusz juttatásoknak következtében folyamatosan változik a rendszer. És igen, akkor, amikor meghoztuk májusban, vagy meghoztam ezt az intézkedést, hogy csökkentett munkaidőben kell dolgozniuk dolgozóknak, akkor egyébként tegyük hozzá, hogy még be voltak zárva az óvodák, és be volt zárva a közművelődés, és a miniszterelnök azt mondta, hogy ez legalább októberig így lesz. Meghoztuk az intézkedést a 3 hónapos munkaidőcsökkentésről, 4 hónapos munkaidőcsökkentésről, és utána 1 hónappal hirtelen mindent ki kellett nyitni. Nyilván ismerjük, jött a nyári szezon, mindenkinek el kellett menni nyaralni, el kellett felejteni a vírust, majd szeptembertől ismét visszajött a vírus, mivel nyáron nem voltunk elég elővigyázatosak. Akkor azonban a költségvetésnek a mutatói nem engedték meg azt, hogy bátrabban tudjunk költekezni, mert előfordulhatott volna az, hogy ebben a hónapban és a következő hónapban, tehát évvégén senki nem kapott volna bért az önkormányzati rendszerben, ami 518 dolgozót érintett volna úgy, hogy 0 forint érkezik neki novemberi és decemberi fizetésre. Ezt nem lehet megengedni, ezért döntöttünk a sok rossz közül egy kisebb rossz mellett, hogy munkaidő csökkentése azokban az ágazatokban, amik be vannak zárva, azokban egy kicsit húzunk a nadrág szíjon, és később ennek is következtében, tehát ezt megint félre magyarázzák, hogy csak ennyit tettünk, nem, rengeteg más intézkedést hoztunk, hiszen 400 millió forintot kellett megspórolni, ezek a munkaidő csökkentések csak 70 millió forintot jelentettek, tehát még másik 330-at tettünk hozzá, saját magunknak is csökkentettük a bérét, úgyhogy egyébként nekünk nem volt kevesebb munka még akkor sem, hanem inkább még nagyobb felelősség, viszont én azt gondolom, hogy ez egy szükséges döntés volt akkor is. Azonban átnézve szeptember után a költségvetésnek a számadatait, lehetővé tették, lett egy nagyobb mozgásterünk, lehetővé tette azt, hogy visszaadjuk azoknak jutalomként, és ugye ebből is láttam kommenteket. Igen, ez most jutalom, hiszen ők alacsonyabb munkaidőben, alacsonyabb bérért dolgoztak, valójában nincs mit visszaadni nekik. Jutalomként tudjuk kipótolni az ezéves fizetésüket, hogy közel ott tartsanak, mint hogyha 8 órában dolgoztak volna. És gondolja azt bárki, hogy egy polgármester saját jókedvéből hoz olyan döntéseket, ami miatt több százan vagy több ezeren fognak ráharagudni. A működő képesség fenntartása volt akkor a feltétel. És pont erre akarok kiukadni, hogy most vissza tudjuk nekik adni, de már megint ott lebeg a pallos a fejünk felett, hiszen itt van a bejelentés az iparkamara részéről, ami... Hát most én senkit semmivel nem akarok vádolni, de magától az iparkamara vezetője biztos, hogy nem ad ilyen súlyos alkotmányos berendezkedést érintő tanácsokat a kormánynak. Tehát belengedték ezt, hogy elvehetik az iparűzési adót, az viszont nem azzal fog járni, hogy munkaidőcsökkentés lesz. Az azzal fog járni, hogy nagyon sok mindent be kell zárni. Erről is beszéltem már a közösségi médiában, nem fogunk itt ülni jövőre, nem lesz városi televízió, nem lesz városi rendészet, nem lesz autóbusz közlekedés, nem az lesz a baj, hogy ritkán megy az autóbusz, nem lesz mivel A-ból B-be elmenni, hogyha meghozzák ezt a döntést. Tehát ezt nem hozhatják meg szerintem, mert egyszerűen nem minket, hanem az ország több mint 500 nagy települését, akiknél iparűzési adó van, olyan súlyosan sújtanak, hogy nem tudják a kötelező feladataikat sem ellátni. Tehát amiket most eddig felsoroltam, és még nem teljes a kép, ezek nem kötelező feladatai az önkormányzatnak. Tehát most sem kellene fenntartani sem a sportlétesítményeket, sem a kulturális létesítményeket, sem az autóbusz közlekedést, mert ezek az önkormányzatnak nem kötelező feladatai. Ezekről automatikusan le kell mondanunk, hogyha ezt a rengeteg pénzt elveszik tőlünk. És még a kötelező feladatellátást sem tudjuk majd teljes mértékben megvalósítani, mert az állami támogatás, amit adnak a kötelező feladatellátásra, nem elég. Nem csak itt, más településeken sem elég ahhoz, hogy működjenek ezek a feladatok. Tehát ezt mondom, hogy egy ilyen kiszámíthatatlan rendszerben dolgozni, előre tekinteni, tervezni szinte lehetetlen. Megvannak a terveink, most mire már látjuk, hogy úgy alakul a költségvetés, hogy jövő évben akár nagyobb önerős fejlesztésekre is lehetőség lenne, tudnánk újra utakat aszfaltozni, egy több évre szóló útfejlesztési programot létrehozni,
egyéb más olyan feladatokat, amiket a városban élők szeretnének most már látni, hogy el van látva, meg tudnánk csinálni jövőre. Na most, hogyha ezt a döntést meghozzák, akkor vége. Tehát akkor be lehet zárni lényegében. Fölösleges lesz. Tulajdonképpen akkor a városi jellegét is elveszti a város. Így van. A városi jellegét elveszti, a kötelező feladatok menni fognak, tehát lesz közmunkás utcaseprő, meg össze fogják gerebézni valószínűleg a falevelet, a füvet már nem fogják úgy lenyírni, mert nagy részt vállalkozókkal nyirattuk, mert a közmunkaprogramból nem sikerült elegendő kapacitás teremtenünk rá. Tehát ezek a feladatok, amik kötelezőek, a szociális ellátás is alacsonyabb hőfokon, de működni fog. Az összes többi viszont, ami városi jelleget ad a városnak és az önkormányzat kezében van, annak vége lesz. Ha meghozzák ezt a döntést, de ugye már ezt is olvastam a Facebookon, hogy én hangulatot keltek, jelenleg ilyen javaslatot fog tárgyalni a kormány. Hogy dönt, azt nem tudjuk, de ezt én szerintem a tárgyalási napirendek közé sem szabadna felvenni, hiszen önkormányzatok működését és városok működését tennék tönkre vele. Több fideszes polgármester is tiltakozik már, vagy felemelte hangját ez ellen a terv ellen. Hát valószínűleg nem véletlen, ők is látják azt, hogy az állami normatív támogatások azok nem elegendőek arra, hogy egy város működjön, ezért vannak saját bevételei az önkormányzatoknak. De ha már itt tartunk, a gépjárműadót elvették idén, abban is először arról volt szó, hogy elveszik erre az évre, aztán látjuk, hogy a következő 4 évre elvették a gépjárműadót, ami egy város szempontjából én azt gondolom, hogy jelentős érvágás, hiszen Ózdon több mint 50 millió forintról beszélünk, amit elvettek a költségvetésünkből. Országos szinten viszont 34 milliárd forintot vettek el összesen az önkormányzatoktól. Na most, amikor egy éjszaka alatt 300 millió forintnak a sorsáról döntenek, és ebben az évben már másodszor adnak több mint 30 milliárd forintot külhoni gazdaságélénkítésre, tehát magyar adófizetői pénzből határon túli gazdaságélénkítésre, nem tudom miért élénkítjük a környező országoknak a gazdaságát, fogalmam nincs, de az elvett gépjármű adó összegének dupláját adtuk már külföldre. Tehát akkor megkérdezem, hogy miért veszik el, ha nem azért, hogy az önkormányzatiság szerepét csökkentsék Magyarországon. Össze akarják omlasztani ezt a rendszert, hogy nem működjön, és mindenhol csak a kormány keze legyen, mert veszélyes az számukra, hogy több helyen már most ellenzéki polgármester más látásmóddal, nem a párhuzamos világban élve gondolkodik és vezeti a városát. Beszéltünk már az óvónők és a közművelődésben dolgozók illetmény kiegészítéséről, de a szociális ágazatban dolgozók is kapnak plusz juttatást, vagy kaptak? A szociális ágazatban dolgozók azok, akik mind tavasszal, mind most a járványügyi védekezésnek az élharcosai. Mind intézkedésben, mind kommunikációban a kormány egyszerűen elfelejtette őket. Emlékszek rá, és nem akarom tényleg bántani be, mert hál' Istennek semmi probléma nincs most köztünk, de Rizs Gábor képviselő úr, amikor eljött testületi ülésre a járvány időszakában vagy a végén, és megköszönte az ágazatoknak a munkáját, még ő is kifelejtette a szociális dolgozókat. Akik tényleg nap mint nap tavasszal még alig volt covidos, tehát nem is ismertünk olyat, aki covidos, tehát az egészségügyi dolgozók talán nem is találkoztak, vagy nem voltak kitéve annyira ennek a veszélyhelyzetnek, mint azok, akik viszont nap mint nap az idős otthonokban a saját jelenlétükkel is kockáztatták az időseknek az egészségét. Ezért már akkor voltak olyanok, akik túlműszakot vállaltak, ritkábban jártak be, de hosszabb időtartamra, hogy csökkentsék a megfertőződés kockázatát. Rengetegen voltak, akik a házi segítségnyújtásban, az élelmiszerek kiszállításában szerepet vállaltak, és ezeknek az embereknek a munkája, és az összes többi szociális ágazatban lévőknek a munkája is el lett felejtve. Én pedig fontosnak tartom, hogy ha van lehetőségünk rá, és most adódott rá lehetőség, akkor köszönjük meg nekik is. És a szép szó mellett azért a csekkeket mindenki forintból fizeti be. Jó, hogyha tudunk valamilyen pénzbeli jutalmat biztosítani nekik, úgyhogy első körben azoknak, akik a legjobban kivoltak téve, vagy ki vannak téve a járványügyi veszélyhelyzetnek, azoknak adtunk jutalmat, majd egy második körben az egész szociális intézmény hálónak jutalmat tudtunk biztosítani. Sajnos nem kell csillagászati összegekre gondolni, nyilván mindenkinek a bérétől függően változó összegek, amik a jutalmakat illetik, de én azt gondolom, hogy az a kevés is a nullától pont annyival több, és érezhetik a dolgozók azt, hogy nem hogy el vannak felejtve, hanem ki vannak emelve Ózdon, legalábbis a szociális ágazatban dolgozók. Ugye egy nehéz év fejeződik be hamarosan. Azt tudjuk, hogy a költségvetés szempontjából ugye többször változtatni kellett. Az biztató lehet azonban, hogy a hitelkerethez, a folyószámla hitelkerethez most sem kellett nyúlni. Így van, tehát a második ciklusomnak az elején járunk, tehát 6 éve vagyok Óznáros polgármestere.
Azóta a harmadik év van, amikor nem kellett hozzányúlnunk az évközbeni folyószámla hitelkerethez. Az előző ciklusokban az én előttem lévőkben mindig felhasználták ezeket a folyószámla hitelkereteket, és midőn meglepő, hogy minden évben, amikor arról döntést hozunk, hogy felveszünk egy ilyen hitelkeretet, tehát vagyis, hogy biztosítunk egy ilyen hitelkeretet, jobb szó ez, mert fel nem vettünk belőle semmit, akkor mindig előjönnek azok a hangok, hogy úristen, csőd közelbe sodorta az önkormányzatot, mert szakmailatlan, meg nem ért hozzá. Én meg mindig elmondom, hogy ez egy szükséges védőháló. Ahogy az előbb is elmondtam, sose tudjuk, hogy a külső hatások miatt a költségvetésünkön mikor keletkezik egy olyan lyuk, hogy a saját dolgozóinak azt kelljen esetleg mondani, hogy nincsen pénz az ő fizetésére. Tehát erre a védőhálóra szükség van minden esztendőben szinte, hogyha történne egy ilyen probléma, akkor tudjunk mihez nyúlni, és azok, akik valódi effektív munkát végeznek, és nélkülük nem működne a város, ne maradjanak bérezés nélkül. Hál' Istennek ebben az esztendőben is sikerült úgy takarékoskodni, hogy nem kellett hozzányúlnunk ehhez a hitelkerethez, úgyhogy a következő évnek, ha nem születik meg az a döntés, amiről már beszéltünk, akkor elég optimistán vághatunk neki, de sajnos nem sok reményt látok rá. Szinte biztos vagyok benne, hogy a helyi bevételekhez hozzá fognak nyúlni valahogy. Ha esetleg nem is teszik meg azt, hogy az egészet el kell engedni, biztos, hogy felezik, vagy valamilyen módon hozzá nyúlnak. Ha nem, akkor én nagyon meg fogom köszönni nekik, a többi polgármester kolléga is bizonyára, hogy hagyják esetleg békén élni az önkormányzatokat. Én mindig elmondom azt is, és nagyon fontos hangsúlyozni, hogy azt érzem néha a lakosságon, mint hogyha azt gondolnák, hogy az önkormányzat bevétel kiesése az úgy minket érint, akik ott vagyunk. De én a fizetésemet megkapom jövő hónapban is, meg az önkormányzat valamilyen szinten működni fog, de a lakosság fogja kárát látni. Tehát én azért küzdök, én amikor beszélek, én amikor felhívom a figyelmet a problémákra, én amikor próbálom a médiának átütni az inger küszöbét azzal, hogy milyen veszélyek leselkednek az önkormányzatokra, akkor nem a hivatal épületét féltem, hanem azt, hogy a Mari néni nem tud majd felszállni a kettes buszra, mert nem lesz. Hogy nem fognak tudni majd kimenni a strandra, mert nem lesz. Hogy nem fognak tudni elmenni a srácok edzeni a sportcsarnokba, mert nem lesz. Hogy nem tudnak majd elmenni a színházba, hogy derékigérő fűbe kell járni, nem három napig, ameddig odaér a fűnyírómunkás, hanem lehet, hogy majd két hónapig, vagy majd addig, ameddig ősszel az időjárás következtében el nem hal, mert egyszerűen nem lesz lehetőség ezt a város normálisan működtetni. Tehát senki se értse félre, nem a mi pénzünket féltjük, hanem a várospénzét féltjük, és ez a várospénze ez ott van, most is a közterületeken, mert abból működik a város. Csak egy példát mondjak, ugye a buszközlekedést érintettük, és ugye mindig kérdés, ebben az esztendőben várhatóan 170 millió forintot fogunk fizetni a Volánnak, azért a buszközlekedésért, amit mindenki kritizál. Van miért kritizálni, mert elég gyér, de ez is 170 millióba kerül. Ezt a 170 milliót mi az 1 milliárd forintos iparűzési adónkból fizetjük ki. Ha ez nem lesz, nem lesz Volán, nem fogunk felszállni a buszra. A problémák tehát közösek a városokban, közös problémáik vannak a polgármestereknek, ezért is alakult meg a B4-ek? Vagy mi ez pontosan ez a... Igen, a borsodi négyek, Tiszaújváros polgármestere, dr. Fülöp György, Kazinc Barcika várospolgármestere, Szitka Péter, és Encs város polgármestere Mikola Gergely, valamint jó magam alapítottuk meg, hasonló problémákkal, hasonló nehézségekkel, hasonló adottságokkal rendelkező városok polgármestereiként ezt a közösséget. Nagyon hasznosnak tartom, sokfajta együttműködés létezik egyébként. Volt olyan, amiből idén ki is léptünk, mert nem volt semmi értelme, és az még pénzbe is került. Ez egy informális közösség, de nagyon fontosnak tartom, hiszen tényleg olyan jó gyakorlatokat vehetünk át egymástól, ami Barcikán lehet, hogy működik már 3-4 éve, itt még esetleg nem is gondolkodtunk ilyenbe, vagy fordítva, ami itt működik jó gyakorlatként át tudják venni ők, vagy esetleg különböző problémákra, különböző megoldási javaslatokat találunk, amiket megosztunk egymással, és így sokkal könnyebben tudjuk a problémákat megoldani, vagy a jó gyakorlatokat bevezetni. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek. Beszélgettünk róla már egy ideje, hogy össze kéne ülni. Sikerült végre egy találkozót összehozni, és onnantól online is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, tehát
minden héten, de majdnem minden nap is beszélünk egymással, és sokat segít a napi munkában. De egyébként, mivel mi is emberek vagyunk, talán lelkileg is, hogy hasonló problémákkal szembesülünk, és nem vagyunk egyedül azzal, amivel éppen küzdünk a városunk lakosságának érdekében. Beszéljünk néhány folyamatban lévő fejlesztésről, vagy tervben lévő fejlesztésről. Kezdjük a csapadékvíz elvezetés projekttel, az hogyan áll, és mi várható, mikorra várható a befejezés? Igen, a csapadékvíz elvezetési projekt az már ugye nyáron megindult. Ugye a Hangony patakba vezetjük be egészen a gyári temetőtől, ott azon az útvonalon és azon a vízgyűjtő területen a városban összegyűlő csapadékvizet. Volt csapadékvíz elvezető rendszer, de sok helyen el volt tömődve, be volt omolva. Ennek a leglátványosabb eredménye az volt, hogy az oxigéngyári kereszteződésbe csónakázni lehetett egy nagyobb felhőszakadás idején. Hogyha ez a fejlesztés elkészül, akkor ilyen probléma ott várhatóan többé nem lesz. Volt egy felhőszakadás, amikor már a fejlesztés azon a szakaszon láthatólag egy kicsit túlhaladt, mégis megállt ott valamennyi víz, és vagy nem is, hogy megállt, hanem látszódott, hogy az akna fedlapból jön felfelé ózdi gejzírként. Sokan megosztották a közösségi portálon. Ennek egyébként utána nézettünk nyilván a szakemberekkel, tehát amint elvonult a víz, rögtön megnézték. Tehát a csapadékvíz elvezetés az rendben van. Az egy másik csatornahálózat, ami egy most már közel 60 éves városrésznek a rossz bekötését hordozza magában. Eddig nem volt látható, mert a kialakult tófelszín miatt nem lehetett látni, hogy abból a csatornából is jön fel a víz. Most, mivel már ez nincs, mert jó a fejlesztés, amit elvégeztek, látható, hogy ott feltör a víz. Ez nem fog azonban olyan problémákat okozni a jövőben, hogy le kellene zárni azt a kereszteződést. Arra is ígéretet tettek a szakemberek, az üzemeltető ERV ZRT, hogy megpróbál valamilyen fejlesztést végrehajtani, aminek következtében ez sem lesz. Tehát a Hangonypatakba a csapadékvíz elvezetése megfelelően megtörténik mostantól. Én azt gondolom, hogy ez a vállalkozó a helyreállításokat is megfelelően végzi. Én legalábbis a csatornázáshoz képest nagyon meg vagyok vele elégedve. Mindenhol, ahol visszaaszfaltozta az utat, olyan sima felület képződött, hogy talán még az összetétel sem igazán érződik, hogyha autóval átmegyünk rajta, és az egyéb közterületeket is elég szépen állítja helyre. Ezt ilyenkor meg kell becsülni, hiszen látjuk, hogy van olyan cég a városban, a Mészáros és Mészáros Kft., akinek szinte egy helyreállításával se tudunk megelégedni, mert olyan minőségű munkákat végezel, ami az eredeti állapotnak a közelében sincs. Bővül a térfigyelő kamerarendszer is, ugye ez a mindeddig legnagyobb fejlesztés lesz. Igen. Minden évben igyekeztünk egy-egy új kamerát kihelyezni azokra a területekre, ahol éppen közterületi problémákat tapasztaltunk. Azonban most sikerül egyszerre 18 új kamerát kihelyezni a város különböző pontjaira. Ezek lakossági igények összevetve a rendészet szakmai irányelvekkel. Sokan mondják, hogy nincsen értelme, mert úgysem figyeli senki. Én nem akartam ezt hangoztatni, de igen, ez az igazság, lehetetlen szinte. Tehát, hogyha belegondolnak, ezzel a fejlesztéssel együtt a városban körülbelül 60 térfigyelő kamera fog működni. Egyrészt van jogszabályi előírás arra, hogy egy ember hány kameraképet és hány óráig nézhet egyszerre. Én most nem tudom a pontos adatokat, de azt el tudom mondani, hogy ennek a 60 kamerának a megfigyelése műszakonként több mint 10 főt igényelne. Tehát erre anyagi lehetőség, hogy mondjuk két műszakot 20 emberrel összeállítsunk, és kerüljön évi 60-80 millió forintba, vagy akár még többe ennek a úgymond kamerafigyelő gárdának a fenntartása, ez kivitelezhetetlen az önkormányzat költségvetéséből, nem beszélve arról, hogy megfelelő személyzetet, megfelelő képesítéssel rendelkező személyzetet is kellene rákeresni, aki ezt becsülettel csinálja. Azonban az összes kamerakép rögzítésre kerül, megőrzésre kerül a jogszabályban meghatározott ideig, úgyhogy ha a közterületen bármilyen oda nem illő cselekmény történne, akkor a kamerák képét vissza lehet nézni. És akkor éljünk a lakossági visszajelzésekből, hiszen figyeltem én is a Facebookon, hogy miket kommentelnek, hogy nincsen semmi értelme, mert hogy olyan rossz képet ad a kamera, hogy nem lehet felismerni az elkövetőt. Hát a több mint 10 évvel ezelőtti alapvető hálózat, ami kiépítésre került, bizony
olyan paraméterekkel rendelkezik, ami tényleg lehet, hogy rossz képet ad, de az új kamerák és a régiek is folyamatosan cserélés alatt vannak, azok már olyan modern kamerák és olyan minőséggel rendelkeznek, hogy lehet, hogy még a szabadidőjének a márkáját is megmondjuk, hogyha ránézünk erre a kamera felvételre. Úgyhogy senki se gondolja azt, hogy megtehet bármit a közterületen, mert nem lesz nyoma. Igenis, annak nyoma lesz, és el fogják kapni az elkövetőt. Sőt, még azt is elmondom, hogy nem egyszer tapasztaltam a rendőrség vagy a városi rendészet részéről, hogy az elkövetőt a mozgásáról, öltözködéséről is be tudták azonosítani, ha még az arca nem is látszódott, és eredményes lett a nyomozás bizonyos elkövetésekben. A későbbiekben kellene majd még fejleszteni ezt a rendszert, és nyilván ezen is leszünk. Meglátjuk a lehetőségünket, mondom, most jelenleg a Pallost várjuk, december elejére ígértek döntést, hogy elveszik-e az adóbevételeinket, vagy megtartják. Ha megtartatja az önkormányzat, akkor kicsit szebb jövőnek nézünk elébe most már a 2021-es évet illetően, hiszen több fejlesztésre is lehetőségünk lesz. Ha hozzányúlnak bármilyen szinten, akkor viszont inkább bezárások és leépítések lesznek. Én az előbbiben bízom. Fontos ugye a térfigyelő kamera fejlesztés, de legalább ilyen fontos a közvilágítás fejlesztése is. Most az elmúlt időszakban ugye több olyan szakasz volt a városban, ahol egyszerűen nem működött a közvilágítás, sokat már megoldottak. Milyen fejlesztési tervek vannak ezzel kapcsolatban? Igen, és azt is fontos elmondani, hogy azért ne keverjük a kettőt. Tehát egyrészt van az EMAS-nak egy hálózata, ami ki van építve a városba, meg vannak a lámpatestek. Tehát mi a közvilágítás fejlesztésben arra van lehetőségünk, hogy a lámpatesteket lecseréljük. Mi arra készülünk, hogy az egész várost érintőleg az összes lámpatestet ledes lámpatestre cseréljük, ami sokkal jobb megvilágítást eredményez, nagyobb fény, másfajta színhőmérséklet, ami közelebb áll a nappali színhőmérséklethez, maguknak a lámpatesteknek kevesebb a meghibásodási esélye, vagy legalábbis az a tapasztalat, hogy egy időintervallumot figyelembe véve kevesebbszer romlanak el ezek a lámpatestek. Azonban ott van a másik, amitől azért tartok, az EMAS-nak a kábelhálózatához nem fogunk hozzányúlni, mert nem nyúlhatunk hozzá, ott nekik kell fejleszteni, egyébként elkezdtük velük az egyeztetést, hogy mérjék fel a kábelrendszerüket. Azt mondták, hogy esetleg vannak olyan részek is, amiken a ledes lámpatestek nem fognak üzemelni, mert rossz az ő kábelrendszerük, de ők is fejlesztést ígértek, és írásba adták, hogy nyugodtan belevághatunk a fejlesztésbe, mert ahol hiba lesz, ott ők fejleszteni fognak. Tehát jelenleg is, ahol nincsen közvilágítás, ott legnagyobb részben azért nincs, mert szakasz hiba van, hálózati szakasz hiba, amit az EMAS-nak kell javítani, sokkal kevesebb az, ahol a lámpatesttel van hiba. Miért kell mégis ez a fejlesztés? Egyrészt hosszú távon megtakarítás jelent, másrészt ezt a 20-30-40 sok helyen még több éves elavult rendszert azért csak kell fejleszteni, és a közlekedés biztonság szempontjából, mind a gyalogosok, mind az autósok szempontjából, hiszen azt is feltételként tűztem ki ebben a fejlesztésben, hogy a gyalogos átkelőhelyeket, a zebrákat világítsuk meg külön, vagy ahol erre nincsen lehetőség, ott legalább magasabb fényerejű lámpatestet helyezzünk be. A különbséget már most meg lehet figyelni, többek között például a piacúton, ha valaki autózik sötétedés után, vagy sétál sötétedés után, vagy esetleg kerékpárral megy sötétedés után, mert kiépült a kerékpárút is, az megfigyelheti, hogy a zöldséges piac kezdeténél, hogyha a városközpont felől megyünk, ahol a kerékpárútnak az átvezetése van a piacúton, oda már ledes lámpatest lett felszerelve, hiszen most már ahova fejlesztünk, oda mindenhova újonnan már ledes lámpatestet teszünk fel, és hasonlítsák össze azt a fényforrást a többi kadmiumsárga fényforrással, és nézzék meg, hogy melyik a jobb. Én bízom abban, hogy ez a ledes megvilágítás sokat fog jelenteni a közlekedés biztonság terén, és egyébként a közbiztonság terén is. Arról már többször beszéltünk ma, hogy egy nagyon furcsa év, ami mögöttünk van. Az évzárás is nem a szokásos lesz. Gondolok itt az adventi időszakra, ami hamarosan elkezdődik. Milyen változások lesznek a korábbiakhoz képest itt Tózdon ezzel kapcsolatban? Hát teljes változás lesz, amit 2014-től bevezettünk és elkezdtünk az adventi vásárokkal, a közös gyertyagyújtásokkal, azzal, hogy tömegek mozdultak meg és töltötték együtt az adventi vasárnapok pillanatait, azok most mind elmaradnak, hiszen kormányrendelet tiltja a karácsonyi vásárok megtartását, így Ózdon sem lesz adventi vásár, nem lesznek műsorok, nem lesznek programok, hiszen mindenfajta rendezvény is tiltva van a járványhelyzet miatt. Nyilván díszítés lesz a városban, az adventi koszorú is fel lesz állítva, meg fog gyulladni rajta a vasárnapi gyertya fénye is, azonban
nem szervezünk rá semmilyen programot, egyrészt a tiltások, másrészt egyébként a józan ész miatt is, hiszen nem szabad kockáztatnunk ebben a pandémiás helyzetben, hogy még több fertőzött legyen. Polgármester úr, köszönöm, hogy itt járt nálunk, jó munkát önnek és jó egészséget. Köszönöm szépen, viszont kívánom, vigyázzanak magukra. Kedves nézőink, ez volt mára a háttér, tartsanak velünk legközelebb is. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!